Sì, azt a üdvözlök innen mindenki csákba, de én ezt nézzétek meg, mit találtam. Ez kicsit ilyen közelmúlt emléke ez is, teleház. Ezeket még a 2000-es években kezdték el kiépíteni, amikor még nem nagyon volt elterjedve az otthoni internet, vagy legalábbis nem annyira, mint most, és akkor ilyen, főleg ilyen kisebb városok, falvakban ilyen teleházakat építettek, ahol lehetett netezni, meg ilyen különböző ilyen úgymond informatikai, meg számítógépes dolgokat csinálni. És tessék, itt van, nézzétek meg, itt még a van Axelero referencia, tehát az Axelero még emlékeztek, az még a Matávnetnek volt az idében az utódja, egy internet szolgáltató. Nézzék, hogy helyi információ, igen, és akkor fax használat. Igen, tehát az még akkor még az is népszerű volt a fax, hát az se volt még minden háztartásban. És akkor új és ez számítógépjavítás, eladás, weblap készítés, szaktanácsadás, közönségszolgálat, internet hozzáférés, ugye a teleháznak az is volt sokáig a lényege. Most már úgy néz ki, mintha nyitva lenne, pedig a nyitva tartás szerint ugye nyitva kéne, látjátok, de elnézzünk csak be. Szerintem tök üres, de tükröződésen keresztül nem látszik semmi. És hát nyilván nincs is nyitva. Miért is lenne? Hát egy kis ide is a múlthoz tartozik hozzá, csak így. Lesz erről szerintem egy ilyen rövid vlog, egy ilyen másfél-két perces. És ez érdekes, a múlt egy darabja mondhatni. De nagyon szépen meg van csinálva, csak kár, hogy már működik. Az a hatalmas antenna, az még akkoriban került kiépítésre, bár az a tetején lévő nagyok azok mobiltelefonát játszók, az biztos. De lehet, hogy erre volt feltéve egy antenna, és azon keresztül ment a net. Bár még van telefonvonal, mert ez viszont telefonvezeték. Tehát szerintem inkább telefonon ment. Bár ugye nyilván egy többgépes teleház, több gépen kellett keresztül, nem tudom biztosítani, és hiba modemes betárcsázással, de még ISDN-nel se lehet. Hát, akkor szerintem, amikor még ezek készültek, még az ADSL meg nem volt még sehol. Úgyhogy valahogy így nézhetett ki.